Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A mai nap december 3-a, és ennél a felvételnél megtekintjük azt, hogy milyen események várnak ránk a következő napokban, különösen ami a szerelmi életet illet. Mindezt az indiai asztrológia szerint. Mi a különbség az indiai asztrológia és a mi általunk ismert asztrológia között? A mi általunk ismert asztrológiánál a tavaszi pont a kos jegyében van. Ez így volt körülbelül 2000 évvel ezelőtt. De jelenleg már nem a kos jegyében van a tavaszi pont, hanem a halak jegyében van. És pontosan ez, amit az indiai asztrológia figyelembe vesz. Tehát, ha én elmondom, hol van a nap, a hold és a bolygók, ha van egy kis különbség, akkor ne csodálkozzatok ezen. Az indiai asztrológiában vannak bizonyos jógák, ezek kapcsolatok. Vannak az ujjaink jógái, és ennek van gyógyító hatása. Most mutatok egy nagyon egyszerű gyakorlatot. A háttérben csörög a telefon, elfelejtettem kikapcsolni, de remélem, hogy nem zavar benneteket. És azt is remélem, hogy az illető majd visszahív engem, de most nem akarom megszakítani ezt a felvételt, hagyom, hogy a telefon kicsörögjön. És remélem, hogy hallható, amit mondani szeretnék, vagy amit mutatok számotokra. Tehát az ujjaink jógájáról van szó. Ez egy nagyon egyszerű gyakorlat, amit most mutatok, és ennek van egy megnyugtató hatása. Segít abban is, hogy legyenek döntések, vagy hogy tisztázódjon valami, különösen ami a kommunikációt illeti. A hüvelyk ujjunkat és a mutató ujjunkat összenyomjuk. A többi ujjunk így kifele mutat. Belélegezésnél összenyomjuk, kilélegezésnél kicsit elengedjük az ujjainkat. Mutatom a gyakorlatot. És most megtekintjük azt, hogy mi történik a következő napokban. Neptun bolygó hatása alatt az álmokról van szó, az elképzelésekről. Neptun bolygó aktiválja az intuíciót és az inspirációt, tehát kihat spirituális területekre, kihat a művészi területekre is. Ha megvan ez az álom, és megvan ez az elképzelés, akkor Neptun bolygó hatása alatt megvalósulhat ez az álom. Ha nem hiszünk ebben, akkor előfordulhat az, hogy Neptun bolygó csalódásokhoz vezet. Az is lehet, hogy vannak külső behatások, és mások elmondanak valamit, és ez minden olyan álom szépnek tűnik, de el kell gondolkozni azon, különösen, ha Neptun bolygóhat, hogy mi a valóság. Mert előfordulhat az is, hogy valaki szépíti a dolgokat. Neptun bolygó 4-én megáll egy pillanatra, utána változik az irány és előre mozog jövő év júliusáig. Július 1-én 2023-ban újra megáll, és újra visszafele halad. A mozgás a vízöntő jegye és a halak jegye között van.
Jelenleg még a vízöntő jegyében van, de most előre megy, áttér a halak jegyében, ahol otthon érzi magát, hiszen Neptun bolygó uralkodik a halak jegye felett. Miután változtatja újra a mozgást, vissza fog újra térni a vízöntő jegyében, tehát itt van a határon. A vízöntő jegyénél a levegő eleméről van szó, tehát kommunikációról, a könnyűségről, de a fantáziáról is, és a halak jegyében majd a víz eleméről lesz szó, amikor érzelmeket mutat, azt is, hogy előre mennek, folyamodnak majd az események. Az a fontos, hogy legyenek álmok, elképzelések, és legyen meg ez a hit, hogy ez az álom megvalósul. Negyedikén, december 4-én Neptun bolygó megáll. Mi is megállhatunk egy pillanatra, és meditáljunk afelett, hogy mik az álmok, az elképzelések, mit szeretnénk megvalósítani. Én a felvételeimnél mindig kitérek a szerelemre, és ebben az esetben meg kell tekintenünk Mars bolygót és Vénusz bolygót. Az indiai számítás szerint Mars bolygó visszafele halad a bika jegyében. Tehát a bika jegye kihat a férfiakra. Itt kell a biztonság érzete. Az anyagiakat illetően, de az érzelmeket illetően is. A férfiak nyugodtak vagy nyugalomra vágynak, visszahúzódóak, élvezik a szép környezetet, a természetet is, sokannak kerti munkát is. És kell ez a nyugalom, ez a visszahúzódás. Vénusz bolygó szemben van a Szkorpión jegyében, itt tükröződik valami. A férfiak részére is, de ránk hölgyekre is. Itt kell a középút, ne túl sokat, ne túl keveset. Kell egy kis mozgás, kell érzelmekről beszélni, de nem szabad semmit eltúlozni. Vénusz bolygó a Gandanda határon van. Ez a víz eleme és a tűz eleme között van. Hiszen 4-én Vénusz bolygó még a Szkorpión jegyében van, a víz elemében, de 5-től áttér a nyilas jegyébe, tehát a tűz elemébe. Itt hat a víz és a tűz eleme. Ez kivált nálunk, hölgyeknél bizonyos bizonytalanságokat, különösen ami a szerelmi életet illet. Viszont van egy jó hold hatás, hiszen a hold a kos jegyében, a tűz elemében van. És 5-éig még Vénusz bolygó a víz elemében lesz, de 5-től fogva Vénusz bolygó majd a tűz elemében lesz a nyilas jegyében. Itt lesz mozgás, előre mennek a dolgok, lehetnek utazások, lehetnek külföldi kapcsolatok. De ez az utazás, ez lehet egy belső út is, egy spirituális terület. A szerelmi életben ez egy lelki kapcsolat. A hold a tűz elemében van, a kos jegyében. És a kos jegye jelenthet egy új irányt, jelenthet változásokat. A közelben van Uránusz bolygó, ami szintén változásokra utal, vagy meglepetésekre. 5-én, tehát pontosan azon a napon, amikor Vénusz bolygó áttér a nyilas jegyébe, a tűz elemébe, ezen a napon eléri a hold Ráhút, a felfele mozgó kármikus csomót, ami utal egy új irányra, egy új életterületre, utal változásokra. És ez a változás, ez az új irány
kihat különösen ránk, hölgyekre. A férfiak most nem akarnak változtatni valamin, inkább ők olyan kényelmesek. De nálunk, hölgyeknél lesz egy új kezdet, lesznek változások. Ez lehet egy munkahelyi változás, költözködés, változások a családban, vagy ami a baráti kört illet, vagy lehet egy új kapcsolat, egy külföldi kapcsolat, például a nyilas jegyénél ez előfordulhat, vagy lesz egy új kezdet, egy új irány a szerelmi élet területén is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.